Olyan ügyfél van most rengeteg kereső, aki keleti országrészből jön. Ők inkább Győr környékén, Csorna, az olcsóbb kisebb településeken keresnek. Családi házakat, hát olyan 60 ezer forint környékén. Elég nehéz őket kiszolgálni amúgy. Nem jellemzőek ezek a családi házak, vagy pedig nagyon-nagyon gyorsan elmennek. Az ingatlan szakértő az egyre élénkülő albérletpiac sajátosságairól beszél. Győrben tendencia, hogy egyre több Kelet-Magyarországról áttelepült család keres házat vagy lakást a környéken. Ők vagy győri cégeknél, vagy Ausztriában dolgoznak, ezért keresnek sürgősen kiadó ingatlant. De most már az egyetemisták és a főiskolások is megrohamozták az ingatlan irodákat. A felvételi ponthatárok kihirdetése után valóságos albérletkeresési rohamba kezdtek a diákok. Diákok inkább ilyen nappali, egy-két szobás lakások, amit olyan 4-5 fő kényelmesen el is fér benne, és nagyon-nagyon jól tud kihasználni, illetve a bérleti díj az olyan kedvező, hogy mondjuk per fő olyan 20-25 ezer forint plusz rezsire jöjjön ki, természetesen egyetem környékén. Nem ritka most már az sem, hogy családi házakat keresnek, illetve tényleg a lakások, de nem is a régebb, inkább az új építésű lakások, amik most jobban mennek. A tendenciák tehát nem nagyon változtak az elmúlt évekhez képest, a fiatalok a belvároshoz és az egyetemhez közeli, minél olcsóbb lakásokat, esetleg házakat keresnek elsősorban. A többség 50-60 ezer forintnál nem szívesen költ többet lakbérre, persze akinek tehetősebb a családja, az akár 100 ezerért is szívesen vesz ki egy házat, oda pedig ismerősei közül keres lakótársakat. Most egy kicsit nehezebb dolguk van az albérlet után kutató egyetemistáknak, az Audi fejlesztései ugyanis némileg feljebb nyomták az árakat, és nincs is annyi üres ingatlan a környéken, mint mondjuk tavaly vagy tavaly előtt. Az igazi albérlet keresési roham egyébként állítólag majd csak augusztus elején kezdődik, 20-a után pedig az egyetemisták már valósággal kapkodnak majd, amíg üres lakások és házak után.